Sziasztok! Bukovics Tamás vagyok. Kerékpáros. Kerékpár szervizes. Most megmutatjuk nektek, hogy hogyan kezdjetek el a városba kerékpározni, ha már unjátok az autózást, ha nincs más lehetőségetek, csak a tömegközlekedés, és azt is unjátok. Megnézzük, hogyan kell otthoni körülmények között, amit lehet megszerelni a kerékpáron. A Magyar Kerékpáros Klub Bring ez a munkába kampányának támogatásával. Ez az alkalom, ez a hétfői alkalom, az első rész, ahol bemutatjuk, hogy rég nem használt kerékpáratokat hogy állítsátok talpra, vagy milyen esetekben kell szervizbe menni vele, vagy milyen esetekben kell lemondani róluk. Más egyéb esetekben tudjátok használni a MOL Bubi közbinga rendszert, amiből 10 darab fél éves és 10 darab éves bérletet kisorsolunk köztetek, hogyha követtek minket a webináron, regisztrált részvevőként, illetve a Facebookon is tudtok minket követni, és tudjátok nézni, hogy hogy állítsatok talpra kerékpárokat. Hát nézzük. Egy tipikus nagyáruházi kerékpár, elég lelakott állapotban, otthoni körülmények között. Nézzük át a kerékpárt, csináljunk egy kis helyet. Mindenképpen, hogyha otthoni körülmények között szerelnénk, akkor lehetőség szerint vagy olyan területet válasszunk, ami könnyen tisztítható, vagy tegyünk le papírlapot, nejlont, hogy ne koszoljunk össze lehetőség szerint semmit. Nagyáruházi mountain bike. Oho, mit csináljunk mi ebben? Milyen szerszámaink vannak otthon? Hát, az otthoni szerszámok tárháza elég szűkös. Kerékpár szervizes szerszámokat nyilván nem fogunk vásárolni, úgyhogy megnézzük azt, hogy egy egyszerű 15-ös villáskulcsa, ha nincs nektek otthon, kérjétek a szomszédtól. Ha neki sincs, vegyetek egyet, nem egy drága szerszám. Esetleg, ha elmentek egy bringásboltba, egy zsebszerszámot is tudtok venni, úgynevezett imbusz kulcsokkal, és más egyéb praktikus csavarhúzókkal. Ezen még egy láncbontó is van, kevéssé fogjuk használni. Aki gyakorlatlan, ezt úgysem fogja megcsinálni, csak szervizbe viszi. Esetleg lehet még otthon kombinált fogunk, praktikus. Vagy más egyéb kanalunk, gumileszedéshez kiváló. Ne csavarhúzóval csináljuk, kérlek titeket. Áruházba vásárolható készlet, tele praktikus szerszámokkal, erre a tapétavágó késre nem lesz szükségünk. A kalapácsra legritkább esetben lesz szükségünk, de azért majd mutatok erre is példát. Különböző imbuszfejek, csavarhúzófejek, praktikus kellékek. Nézzük, mi a probléma egy kerékpárnál, amitől használhatatlan lehet. Az első dolog, hogy ha egy kerékpár gurul, akkor meg kell tudjunk vele állni. Egy kerékpárnak első körben biztonságosnak kell lennie. Vagyis a fékrendszernek tökéletesen működőképesnek kell lennie. Ennél a kerékpárnál egy úgynevezett V-fék található, amely a két V-fék pofa összeszorításával a felnin fékezi a kerékpár kerekét. Ezen a kerékpáron rögtön láthatjuk, hogy az első V-fék hiányzik. Itt a bovdan elszakadt, ez le lett szerelve, lehet, hogy valaki a pincébe leszerelte, nem örülünk neki. Itt egy szakadt bovdent látunk. Ezt nagy valószínűséggel otthoni körülmények között nem fogjuk tudni üzembe helyezni. Az első féket biztosan nem.
A hátsó fék, hogyha behúzzuk a fékkart, akkor látjuk, hogy fog ugyan, de elég féloldalasan ez az oldal nem akar visszahúzni. Egyszerű módon be tudjuk a V-féket állítani. Ez egyik legegyszerűbben állítható fékrendszer. Hogyha működik a Bowden, akkor egész egyszerűen fogunk egy csavarhúzót, abból is egy keresztfejűt ehhez, és egész egyszerűen ezzel a rugófeszítő csavarral, ennek a betekerésével tökéletesen be tudjuk állítani, hogy melyik oldalra húzzon a fék. Láthatjuk, egyszerre mozog a két fék. Ez innentől kezdve, hogyha működik a hajtás, tökéletes fékezés biztosít. A hátsó fékünk működik. Innentől kezdve, hogyha a hajtásunk működik, törött láncvédő, igazából nincs rá szükség, le is szerelhetjük. Megnézzük azt, hogy a hajtása, a váltása mennyire működik tökéletesen. Ennél a kerékpárnál javaslom, hogy az első fék hiánya miatt mindenképpen vigyük kerékpárszervízbe, ott a megfelelő beállításokat el fogják végezni helyettünk, és egyszerű pár ezer forintos, ha jó szervízbe mentek, 10 000 forint alatt egész biztos megúsztátok, hogy felszerelnek nektek egy első V-féket, átbovdenezik a kerékpárt, és beállítják. Onnantól kezdve ütött kopott ugyan, de tökéletes üzemképes a kerékpár. Nézzünk más példákat fékrendszerekre. Mert hogy van itt nekünk egy csomó családi kerékpár, például ez egy gyönyörű női darab. Hát ez defektes, az jól látszik, de hát nézzük meg, hogy egyáltalán a fék az működik-e. Ezen egy úgynevezett patkófék található. Úgy néz ki, hogy tökéletes működéssel, hogyha befék behúzásakor nem tudjuk eltolni a kerékpárt, ez gyakorlatilag jól működő féknek minősül. Egy kontrafékes kerékpár, agyváltóval szerelve, a kontraféknek a fék része az itt található, az agyban benne. Ugye ezt úgy tudjuk működésre bírni, hogyha a pedál hátra nyomásával erőt fejtünk ki, és hogyha ez tökéletesen működik, már pedig ez fékezi a kereket, akkor ennek a fékrendszere is kiváló. Nézzünk más példákat. Hoppá, itt egy kicsit elpakolunk. Otthoni körülmények között, ha nincs sok helyünk, próbáljunk meg minél praktikusabban pakolni. Egy kényelmes cruiser kerékpár, szintén patkófékkel, jól működik. Ezeknek a beállítása, illetve a fékbetétjének a cseréje, az nem igényel különösebb szaktudást, ezért otthoni körülmények között könnyen elvégezhető, hogyha van egy szerszámkészletünk, és boltban vásárolunk hozzá alkatrészeket, fékbetéteket. Egy egyszerű zsebszerszáma, az imbusz kulcsa egész egyszerűen ennél a csavarnál, ha el van kopva a fékbetétünk, kicsavarjuk, óvatosan, sok alátét van rajta, kiemeljük a fékbetétet, és úgy tudjuk ellenőrizni a fékbetét kopottságát, hogyha ezek a hosszanti barázdák, ezek eltűntek róla, akkor egészen biztosan el van kopva a fék. Hogyha ez így van, vásároljunk a boltba újakat, és csináljuk meg otthon. Szervízbe ezért sajnos elkérnek elég sok pénzt, amit nekünk, ha van imbuszkulcsunk, nem kell kifizetnünk. A visszaszerelésnél figyeljünk arra, hogy úgy szereljük vissza, hogy az alátétek megfelelő sorrendben legyenek, úgy, ahogy azt kiszereltük. Egész egyszerűen visszacsavarjuk a csavarokat,
fogjuk az imbuszkulcsot, és hogyha figyelünk arra, hogy a felni pereméhez megfelelően csatlakozzon a fékbetét, mikor meghúzzuk a féket, egy tökéletesen beállított féket kapunk. Ezért ne menjünk szervizbe. Ezen hátul szintén kontrafék van. Itt figyeljünk arra, hogy a kontraféknek a rögzítő csavarja az minden esetben meglegyen. Ennek a hiányával gyakorlatilag átfordul a kontraféknek a karja, és baleset veszélyessé válik a kerékpár. Hát itt találhatunk még egy kiváló állapotban lévő országúti versenykerékpárt. Azt hiszem, ehhez sok mindent nem kell hozzáfűzni. Meghúzzuk a fékkart, tökéletesen fog. A fékbetéteken látjuk, hogy nem kopottak, meg vannak a barázdák benne. Ezt felső állásból nagyon jól látni a fékbetéten. Megpörgetjük a kereket. Tökéletes. Ebben több dolgunk gyakorlatilag nem is lesz. Nézzük meg a következő dolgot, amit mindenképpen le kell ellenőriznünk a kerékpárunknál. Fékezni már meg tudunk állni, hogyha minden jól megy, el is kéne indulnunk. A következő a hajtásrendszer. A hajtásrendszert úgy tudjuk ellenőrizni, hogyha egy sebességes kerékpárunk van, akkor a láncfeszességét megnézzük. Ez jól láthatóan nagyon laza. Itt megint csak egy szabályos 15-ös csavart találhatunk, amit egész egyszerűen villáskulcs segítségével meglazítunk a kerék hátra húzásával. Megfeszítjük a láncot, és tökéletesen beállított kerékpárt kapunk. Legalábbis hajtás szempontból. Tehát a féket már ellenőriztük, azzal nem lesz gond. Belazítjuk a túloldalt is. A kerékre nyomást helyezünk, hátra húzzuk. És így megfeszítve kellő láncfeszességet kapunk. És tökéletesen fog működni a kerékpárunk. Hogyha a hajtómű esetleg oldalirányban úgy hívjuk, hogy kotyog, vagyis oldalirányú mozgásra hajlamos, hogyha megmozgatjuk, akkor ott megint csak probléma léphet fel. Ilyen esetekben javaslom a szervíz meglátogatását. Általában a középrésznek a cseréjével, vagy annak a megfelelő beállításával orvosolható. A régi Csepel Apolló kerékpárnál egy gyönyörű ékes hajtóművet látunk, aminek a közép része egy csészés régi fajta hajtómű. Itt már egy láncváltóval találkozunk, amit hát elég koszos, mint az jól látszik, de nem kell aggódni. Egy ilyet, ha úgy van, akár egy benzinkúton óvatosan, magas nyomású mosóval le tudunk tisztítani, minden esetben utólagos kenést alkalmazzunk. A láncot le kell kenjük olajjal, hogy jól működjön, és vigyázzunk, hogy a forgó alkatrészek csapágyazásában ne kerüljön víz. Itt, hogyha esetleg kotyogást tapasztalunk egy ékes hajtóművel, ami azt jelenti, hogy a hajtómű csatlakozásánál ilyet látunk, ez gyakorlatilag ez a hajtómű, innen egy ék alakú ékkel van rögzítve, a túloldalán egy csavarral. Ebben az esetben elővehetjük a kalapácsot, hogyha kotyogást tapasztalunk, és az éknek a további beütlegelésével, illetve a szemközti csavarnak a meghúzásával tudjuk stabilizálni
a hajtóművet a tengelyhez. Ennél a példánál dettól látunk egy ilyen ékes hajtóműre példát. Az fent említett módon ezt meg tudjuk oldani. Hát a másik kerékpárt már sajnos mindenképp szervizbe kell vigyük, úgy tűnik, mert ennél a példánál ugye a fék hiány miatt mindenképpen egy szervizes gondjaira kell bízzük a kerékpárt, ha csak nincs egy olyan ügyes férje a közelünkben, egy férfi ember, aki a teljes bovdenezés cseréjét megoldja. Ezeknél a kerékpároknál szintén a oldalirányú mozgását a hajtóműnek tudjuk ellenőrizni. Itt egy 15-ös úgynevezett dugókulcssal, 14-essel adott esetben típusonként változik, lehet rögzíteni a hajtóművet, meghúzni. Kerekek. Roppant fontosak a kerekek. A kerekeken gördül a kerékpár. Ez egyetlen találkozási pontunk az aszfalttal. Ha jó minőségű külső gumit választunk, akkor sokáig nem lesz problémánk vele. Érdemes defektvédett külsőt vásárolni. Ezek sajnos drágábbak természetesen, mint normál, olcsóbb társai, de mivel, hogy kiküszöbölik a királydínje, vagy üvegszilánk okozta szúrásokat, illetve a belső kiukasztását, ezért sokkal praktikusabb. Más esetben, ha nem akarunk sokat költeni a kerékpárra, hát akkor az olcsóbb külsőt fogjuk választani, akkor viszont belsőt is kell majd cserélnünk. A belső csere sem ördögtől való dolog, nem túl nehéz. Ha van 15-ös villás kulcsunk, vagy adott esetben úgynevezett gyorszáras kerékpárunk, amit egy kis fül elfordításával rögtön ki tudunk emelni a kerékpár úgynevezett papucsából. Meg is mutatom, hogy egy ilyen külsőt, vagy egy belsőt egész pontosan hogy tudunk kivenni a kerékpárból. Itt van egy V-fék, hogyha ennek a két pofáját összenyomjuk, akkor egész egyszerűen itt ezt ki tudjuk szabadítani, ezt a kis részt, és szétnyílik által a V-fék pofa. Innentől kezdve a kerék az tulajdonképpen szabadon kiemelhető, hogyha meglazítjuk a tengelyanyákat. Ilyenkor szerencsés a hátsó váltót a legalsó állásban leváltani. És hogyha van egy ilyen praktikus váltóvédőnk is, akkor annak az odébb helyezésével rögtön hozzáférünk a csavaranyákhoz, és egyszerű mozdulattal le tudjuk lazítani ezt. Biztosan piszkosak leszünk közben, erre legyünk felkészülve, elkerülhetetlen sajnos. Hogyha ez megtörtént, leváltottunk, kinyitottuk a V-fék pofákat, és lecsavartuk az anyákat, egyszerű mozdulattal megemelve a kerékpárt, ki fog jönni a hátsó kerék, kiakasztjuk a láncból, és már hozzá is férünk. Ilyenkor lehetőség szerint a váltóra vigyázva fektessük oldalra a kerékpárt, valami vélhetően otthon nincsen kerékpár támaszunk, és így megóvjuk a váltónak az épségét. Nos, van egy szabad hátsó kerekünk, mondjuk ez vélhetően legyen defektes. Ahhoz, hogy ezt elhiggyük, hogy defektes, leengedem belőle a levegőt, és megnézzük, hogy hogy kell belsőt cserélni egy ilyen keréken. Hogyha lapos a külső gumi, mikor előveszünk a kerékpárt, érdemes először pumpával felfújni, és megnézni, hogy egy nap múlva mondjuk
mennyire nagy a nyomás benne, megfelelő a nyomás, és csak aztán cserélni belsőt, lehet, hogy egész egyszerűen annyi ideig állt a kerékpár, hogy elengedte a nyomást a szelepnél. Pici nyomást ráhelyezünk, közben a szelepnek a belső tűjét megnyomjuk, és mindjárt kiszökik a levegő külső gumiból. Ilyenkor egész puhává válik, oldalirányú mozgatással, ha esetleg régóta át, leválasztjuk a felli faláról a külső gumit. Na most, ha van gumi leszedőnk otthon, ami sok esetben sajnos nincs, de ha van, akkor használjuk azt. Ha nincs, akkor ha kérhetem, ne csavarhúzóval feszegessük, hanem az imént már használt, vagy zörgetett kanalakkal egész egyszerűen benyúlunk a perem alá, körülbelül 10-15 cm-nyi távolsággal, két darab kanállal, és egész egyszerűen kipattintjuk a külső gumit a peremből. Hogyha ez megtörtént, akkor megfogjuk erősen a gumit, köppenyt, lefelé nyomással már le is húztuk a köppenyt, és szabaddá vált a belsőhöz az út. Ezt így mindjárt ki is tudjuk venni belőle. Itt jól láthatóan vízbe lát a kerékpár, valószínűleg az erkélyen való tárolástól. Itt rögtön érdemes ellenőriznünk a felni szalagnak az épségét, ami a felnin belül található. Ez azért fontos, mert a küllőknek a végei, úgynevezett küllőanyák vagy niplik, hogyha nem dupla falu felniről beszélünk, akkor egész egyszerűen belülről okozhatnak defektet, megszúrják a küllők a belső gumit. Hogyha épségben van a felni szalag, ez a kék szalag, amit itt láttok, akkor, és nincs rajta szakadás lyuk, akkor ez épnek minősül. Gumiköpeny visszahelyezése ugyanaz Pepitában, visszapattintjuk kézzel a perembe a belső gumit. Belehelyezzük, megkeressük a szelepnyílást. Félre nyomjuk, behelyezzük, és egész egyszerű mozdulattal ráfordítjuk, majd beletuszkoljuk a belső gumit. Itt sajnos sok esetben az van, hogy kézzel nem fogjátok tudni rátenni a külső gumit a perem mögé. Ha szerencsétek van, akkor egy ilyennel van dolgotok, mint az enyém, amit kézzel könnyedén meg tudtok tenni. Ha nem, akkor újból gumileszedő, illetve kanál adott esetben. Nagyon óvatosan a belső gumi alá betesszük a kanalat, hogy ne csípjük oda a belső gumit a felni falához, ebben saját magunknak plusz munkát okozva, és plusz pénzt kidobva, kiukasztva a belsőt. A kerékpárszerelés nem atomfizika, gyakorlatot, és némi elszántságot igénye, de tulajdonképp semmi mást. Visszajelzve a gumiköpenyt, csak fölpumpálnunk kell, és már működőképes a kerékpár. Visszahelyezése a keréknek pont annyira egyszerű, egy gyakorlott embernek persze természetes, hogy az, nektek, önöknek talán nem. Figyelünk arra, hogy a lánc, a hátsó lánckerék csoport megfelelő helyére érkezzen, tehát fölülről érkező lánc fölül legyen, ami alulról érkezik, alul. És egész egyszerűen
ráengedjük a kerékpárt a kerékre. De vissza is helyeztük gyakorlatilag, meghúzva az anyákat. Gyakorlatilag kicseréltük a belső gumit, és elhárítottuk a defektet. Ilyenkor fontos, hogy a külső gumit leszedés után ellenőrizzük belülről, kívülről. Nem láttunk benne üvegszilánkot, királydénye tüskét, ezért is érdekes az, hogy belülről is ellenőrizzük. Sokszor kívülről nem látszik, hogy valamilyen szúró tüske vagy bármi van a gumiba. Visszaakasztjuk ügyesen a vérféket, és készen vagyunk a defekt megjavításával. A váltó beállítása az alapesetben szakembert igényel, de minimális állításokat otthon is tudunk végezni rajta. Találhatunk állító csavarokat általában a váltó végén, vagy fent a váltónál is. Ezek tekerhető, csak a bovden feszítésére szolgáló csavarok. Ezzel tudjuk pozícionálni a váltót. Sok esetben a váltó működésével is problémái vannak az embereknek, hogy egyáltalán hogy működik a váltó. Hát valójában egy egyszerű szerkezet. Az első lánckerekek és a hátsó lánckerekek átmérőjének a különbségéből adódik az, hogy milyen gyorsan, vagy milyen lassan tudunk haladni a kerékpárral, ha úgy tetszik, milyen nehéz, vagy milyen könnyű tekerni a kerékpárt. Ha megnézzük, akkor most látszik, hogy itt a legkisebb lánckeréken van a lánc. Ez gyakorlatilag a legnehezebb, legnagyobb áttételt eredményezi, és ebben tudunk a leggyorsabban haladni. Az első váltónak a használata az általában kevésbé indokolt, persze aki hegyes területen lakik, az nyilván ezt is használni fogja. Hogyha mindezzel meg vagyunk, ezt a kerékpárt úgyis szervizbe visszük, de a többi kerékpárnál ugyanezeket a mozzanatokat kell elvégeznünk. Mondjuk ez egy agyváltós kerékpár. Egy agyváltós kerékpárnál sokat nem fogunk tudni szerelni. A kerékpáron meg tudjuk nézni, hogy az agyváltóból kijövő váltóhúzó rész az jól működik-e, ennek a bovdennek a feszessége megfelelő-e. Máskülönben szintén érdemes szervízbe vinni, hogyha a váltó nem tökéletesen működik. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy fékeket, váltókat némileg átbeszéltük, a belső cserét talán sikerült érthető módon elmondani. Kerékpár másik nagyon fontos része az, hogy a kerekeknek a futását ellenőrizzük, mert hisz a kerekeken gördülünk, úgyhogy ezeknek a küllőknek a feszessége, illetve ha esetleg küllőtörés van, azoknak a felfedezése elindulás előtt, hogyha használatba veszünk egy kerékpárt, az elég fontos. Megnézzük, hogy a forgása mennyire tökéletes, és oldalirányba kilengése van-e a keréknek. Ezt leginkább a féktesteknél tudjuk ellenőrizni, úgy, hogy ha figyelmesen nézzük, akkor látjuk azt, hogy a féktesthez mennyire közelít, vagy távolít adott esetben a
kerék felnéjének a pereme. Ezen például én jól látom, hogy ebben van egy úgynevezett 8-as, ami, hogyha a fékbe nem ér bele, akkor ez még tökéletesen használható, mert a küllők épek nincsenek eltörve. Akit ez zavar esetleg, elviheti szervizbe, 1-2000 forintért orvosolják ezt a problémát. Megnézzük a hátsó kereket is. Hát a hátsó keréken jól látszik. Most megfordítom a kerékpárt, hogy meg tudjam nektek is mutatni. Oldal irányba bizony elég jelentős mozgása van. Egy ilyen kerékpárral tudunk közlekedni ugyan, mert a működését nem feltétlen befolyásolja, ellenben tönkretesszük vele még jobban a kerékagyat. Érdemes szintén szervizbe látogatni vele. Pár ezer forintért orvosolják nekünk ezt a problémát. Így gyakorlatilag a kerékagyak újra kenése és a kónuszok, amik a kerékcsapágyakat megszorítják, azoknak a megfelelő beállításával ezt lehet orvosolni. Itt szintén egy jelentősebb 8-ast láttunk, de a küllők ugyan lazák kissé, törve nincsenek, remélhetőleg egy centírozással orvosolható a probléma. Hopp, nézzük csak, hát ez a küllő bizony el van törve. Ebben, ha minden jól megy, a szervizig még el tudunk gurulni, de hosszabb távra semmiképp ne induljunk útnak, tönkretesszük vele a kerekünket, egy szervizbe szintén pár ezer forintos tételként kicserélik nekünk a törött küllőt, és újból tökéletesen használhatóvá tudják tenni a kerékpárt. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak még nektek ezekről a kerékpárokról. Ezeknek a kerékpároknak a beállítása gyakorlatilag, ha elviszitek egy szervizbe, egy úgynevezett átnézésre vagy kisgenerálra, egyszerű feladat, gyakorlatlan résztvevőnek, gyakorlatlan kerékpárosnak ezek némi problémát adnak. Az első fék behúzásával és az előre-hátra mozgatásával a kormánynak érezhetően mozog az első kerék. Így gyakorlatilag egy kormánycsapágy problémával találkozunk. Ez a két rész, ahol csapágyat tartalmaz, ugye ez adja a kormánynak a forgását, itt lehet forgatni a kormányt. Ezeknek a újra zsírozásával, kenésével és a csapágyak meghúzásával megint csak orvosolható ez a probléma. Nem a legvészesebb dolog. Ettől még használható egy kerékpár, de lehetőség szerint minél előbb oldjuk meg ezt a problémát. A Kerékpáros Klub gyakorlatilag a kisokos, kerékpáros klub kisokosában szereplő összes hasznos tanácsát érdemes megfogadni. Ezt megtaláljátok a kerékpáros klub honlapján digitális formában. Érdemes letölteni, átolvasni. És tulajdonképpen a végére is értem ennek a dolognak. Ezen felül azt gondolom, hogy sokkal többet nektek ezekről a kerékpárokról nem fog tudni elmondani. Ha kedves segítő médikó is úgy érzi, akkor elkezdhetjük a kérdésekre való megválaszolást. Hát, ha
így konkrétan célzott kérdésekre adott válaszokkal hasznos tanácsokat fogunk nektek tudni adni kerékpározással kapcsolatban. Sziasztok, szia Tamás, érkeztek kérdések. Az első a mosással kapcsolatban érkezett. Az a kérdés, hogy mit szabad és mit nem magas nyomásúval mosni. Például a láncra szokták mondani, hogy azt nem ajánlják ezzel, így a kérdező sem próbálkozott még ezzel, de hogy egyébként lehetne mosni mondjuk a láncot is. Nagyon jó kérdés. A láncot nyugodtan lehet mosni magas nyomású mosóval. A magas nyomású mosó a nevéből adódóan is azt a problematikát hozza, hogy magas nyomással tisztít. Ha magas nyomással tisztítunk valamit, akkor az olyan rész legyen, amit később mi magunk is fogunk tudni kenni. A lánc az tipikusan egy ilyen dolog. Tehát a boltban, ha vásárolunk egy egyszerű láncolajat, ennek a használata roppant egyszerű, és a lánc magas nyomású mosóval való tisztítása után egész egyszerűen ennek van egy csöpögtető csőre. Rögtön ide felszabadítok egy kerékpárt, hogy megmutassam. Egész egyszerűen a lánc folyamatos forgatása közben forogna, mert hát ezt azért hoztam, hogy ne forogjon. De ha nem forog, akkor megmutatom így, egész egyszerűen végigcsöpögtetjük a láncot. A lényeg az, hogy miután jó alaposan beolajoztuk, forgassuk meg a kerékpárt, a kerekét, és minden esetben fogjunk egy rongyot, és miután jó alaposan bedolgozta magát az olaj, töröljük vissza a láncot. Kívülről a láncnak nem szükséges tucsogni az olajtól, csak problematikát okoz. Felszedi a port, a koszt az utcáról, és az a por, az a kosz, amit a lánc összeszed, de az olaj összeszed, az fogja szétkoptatni a hajtásunkat. Tehát a lánc kívülről tiszta, a csapolásoknál a belső részekbe kell, hogy kenése legyen. A forgóalkatrészek, az agy, kerékagyak, középagy, ott, ahol a magas nyomású mosóval vigyázzunk, mert azt nem fogjuk tudni otthoni körülmények között tisztítani. Ha magas nyomású mosóval bejuttatjuk a koszt a kerékagyakba, vagy a középcsapágyba, akkor az bizony csak annak szétszedésével, vagy a középcsapánynál cseréjével fogjuk tudni orvosolni. Tehát ezeket a területeket csak fölülről, semmiképp nem oldalirányról való mosással tudjuk tisztítani. Más egyébként, máskülönben a magas nyomású mosó az tökéletesen használható kerékpár tisztításra. Egyéb kérdés? Igen, jöttek még kérdések. A következő kérdés a bowdenekre vonatkozik, hogy a fake bowdent milyen gyakran kellene cserélni, illetve a nem látható rész állapotát kell-e, vagy le lehet ellenőrizni szétszerelés nélkül? Szétszerelés nélkül az a válaszom, hogy sajnos nem. Ha kívülről látjuk, hogy rozsdás a bowden szál, akkor azoknak vélhetően a belső része, a nem látható része is rozsdás lesz, és ilyenkor bizony érdemes a cseréje, illetve a bowdenek megfeszítésénél, tehát ahol a csavarral találkozik, ezeken a pontokon ellenőrizzük mindig, hogy nincs-e elszakadva a bowden, ha csak egy-két szál is el van szakadva, már biztosak lehetünk benne, hogy nem tökéletesen biztonságos a bowden, bármikor egy nagyobb fékezésnél elszakadhat, ilyenkor mindig érdemes kicseréltetni egy szervizben a bowdent. Ha esetleg ezt otthoni körülmények között valaki vállalja ennek az elvégzését, az sem egy probléma. Egész egyszerűen, hogyha van egy imbuszkulcskészlete, mert mindenkinek van imbuszkulcskészlete, vagy vesz, akkor bowden készleteket is lehet vásárolni, és egész egyszerűen újra kell fűzni a bowdenezést ezeknek a csavaroknak a lelazításával. Rögtön ki tudjuk fűzni a bowden szálat, és föntről
a féktől újrafűzni az egész rendszert. Más egyéb? Igen, az a kérdés, hogy egy átlagos hétköznapra, vagy akár egy ilyen kisebb hétvégi túrára milyen szerszámokat, vagy pót alkatrészeket ajánlatos magunkkal vinni, ha kerékpárhoz nagyon megyünk. Jó a kérdés. Egy kerékpáros zsebszerszám és egy 15-ös villás kulcs általában bőven elég ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk szervizelni a kerékpárunkat. Fontos természetesen az, hogy a kerékpárunk jármű, úgyhogy úgy is viselkedjünk vele, figyeljük, hogyha csörög, zajog, kattog valahol, akkor minden esetben ez valami problémát jelez, ilyenkor vigyük szervizbe. Hogyha más egyéb problémánk nincs a kerékpárral, akkor egész nyugodtan egy zsebszerszám magunk a vitelénél tudunk nyerget állítani, féket állítani, gyakorlatilag minden felmerülő problémát meg fogunk tudni oldani, kivéve persze a defektet. A defekthez szükségünk lesz gumileszedőre, szükségünk lesz pótbelsőre, vagy gumiragasztóra. Vagy adott esetben, hogyha esetleg beruházunk egy defektvédő folyadékra, akkor ennek a belsőbe juttatásával elég jelentősen csökkenthetjük a problematikát. Ez egész egyszerűen, ha a defektet kapunk, akkor a szivárgás helyére odafolyik, és meggátolja a levegő további szökését a kerékből. Elég praktikus dolog. Ez országúti kerékpároknál, magas nyomású kerékpároknál általában nem használható. A kerékpárok kerékének a nyomása úgy is fog jönni kérdésként, azt rögtön elmondanám, ezt sajnos elfejtettem menet közben, minden guminak az oldalán fel van tüntetve a megfelelő nyomás érték, hogy hány bárra vagy PSI-re kell felfújni a gumit. Ezeknek a betartása roppant praktikus, a guminak a élettartamát nagyban növeli. Más egyéb esetleg? Igen, egyébként pont ez a témához kapcsolódik, hogy ha nincs nyomáskijelzős pumpánk, akkor mire figyeljünk? Legyen a kemény a külső. Másra nem kell figyelnünk. Attól függ, minél keskenyebb egy külső gumi, annál nagyobb, magas nyomáson kell tartani. Ez általában elmondható. Ha egy országúti kerékpárunk van, akkor az olyan 6 és 8 bar környékén kell, hogy legyen. Minden esetben olyan keménynek kell lennie, hogy a kezünkkel lehetőség szerint ne tudjuk benyomni a köpenyt. Ha be tudjuk, akkor az már biztosan túl puha. Igen, vannak még kérdések. A következő, hogy mit nem szabad VD40-nel tisztítani? VD40-nel mindent szabad tisztítani. A VD40 az olyan a magyar embernek, mint a szigetelő szalag. Mindenre jó. Tisztítani lehet VD40-nel. Azt kell tudni, hogy az alap VD40, amit a legtöbb helyen árusítanak, kenésre nem alkalmas. Tehát, ha láncot tisztítunk vele, akkor gyakorlatilag megint csak az olajozást kell utána elvégezzük, vagy teflontartalmú sprével lefújni a láncot, mert a VD40 bizony olyan tisztára fogja varázsolni a láncunkat, hogy rövid záros határidőn belül be fog rozsdásodni. Tehát tisztításra alkalmas, kenésre nem. Következő kérdés, mikor kell cserélni kerékgumi külsőt? Kerékgumi külsőt, ha nagyon kopott, vagy ha repedezett az oldala, ezekben az esetekben érdemes külsőt cserélni, illetve ha egy hónapon belül háromnál több defektet kapunk, akkor mindenképpen választunk egy defektvédett külsőgumit, gyakorlatilag ebben a pénztárcánkat tudjuk kimélni, és a szabad időnket megóvni, hogy szervizbe járjunk belső gumit cseréltetni. A következő kérdés a váltással kapcsolatos, illetve a váltókkal.
Itt Ádám írja, hogy nehezen tud felváltani hármasba az első váltóval néha, és ennek kapcsán kérdezi, hogy mire jók a csavarok a váltóban, és hogy vajon meg tudja-e oldani ő is ezt a problémát. Könnyen lehet, a váltón vannak úgynevezett végállás csavarok, hogyha a kamerával meg tudjuk ezt közelíteni. Itt két csavar található az első váltónak a tetején, és ezek gyakorlatilag a első váltónak a külső, illetve a belső pozícióinak a végállását hivatottak meggátolni onnan tovább szaladást. Ha ő neki a legnagyobb lánckerékre való váltás okoz gondot, akkor vélhetően ez az állító csavarnak a félfordulatnyi, maximum egy fordulatnyi meglazításával már föl fogja tudni húzni az első lánckerékre a váltókanál a láncot. Köszi, és szintén Ádám kérdezi, hogy nincs dinamó tartó a biciklién. Egy dinamó konzol hosszatávú megoldás lehet-e, vagy csak elhajlik? És hogy mi lehet a megoldás, ha dinamót szeretne az agydinamón túl? Ha normál görgős dinamót szeretne, régi fajta dinamót, erre a dinamó tartó konzol tökéletes megoldás, ezeknek a felszerelése otthonilag is megoldható. Ez gyakorlatilag egy bilincses konzol, ami általában az első villánál vagy a hátsó villánál rögzíthető, és a dinamó bevonzásával, illetve a lámpák bekötésével tökéletesen használhatóvá válik a áramellátása kerékpáron. Érkezett még egy kérdés a Csepel biciklivel kapcsolatban, hogy az első kerekén a kis 8-ast házilag be lehet-e állítani, vagy meg lehet-e javítani? Mindent be lehet állítani házilag, ha valakinek megfelelő szaktudása és szerszámai vannak hozzá, akkor gyakorlatilag otthon egy kerékpárt teljesen szét és össze is tud rakni. Ha a szaktudás nincs meg, akkor javaslom inkább szervíz felkeresését. Ugye a küllőanyáknak a feszítésével gyakorlatilag a küllőfeszességet szabályozzuk, és a küllőfeszesség lazulásával, illetve túlfeszítésével keletkezik a 8-as a kerékben. Hogyha nem megfelelő küllőt húzunk, akkor csak még nagyobb 8-as csinálunk benne. Ez nem egy hatalmas tudomány, ha jobbra leng ki egy adott szakaszon a felni, akkor a bal oldalra futó küllőn kell feszítenünk, és egész egyszerűen kihúzzuk a 8-ast a kerékből. Ha rosszabbá válik, és mégsem sikerül, akkor sajnos megint csak a szerviz kell meglátogassuk, hogy ezt megcsinálja egy szakember nekünk. Jó, egyelőre egyébként nem érkezett több kérdés, úgy látom. Még pár percünk van, úgyhogy ha esetleg valakinek lenne kérdése, az akkor még gyorsan szerintem egy-két kérdés beleférhet. Úgyhogy szerintem várjunk egy-két percet, hát ha valaki. Addig azért elmondanám, amit már említettem, hogy a Magyar Kerékpáros Klub az Aktív Magyarország támogatásával a évente megrendezésre kerülő Bringáz a munkába kampányának részeként. Most ezt megújítva a járványhelyzetre való tekintette, inkább Bringáz néven fut, és ennek keretében hoztuk létre ezt a webinár sorozatot, azért, hogy a kerékpározás fejlődését, a kerékpár terjedését elősegítsük, és rávegyünk titeket is arra, hogy kerékpározzatok, ha már egyszer van kerékpárotok. Ha esetleg nincs kerékpárotok, akkor tudtok Mobubi éves, illetve fél éves bérletet nyerni, hogyha regisztráltok a felületen, és kisorsolunk köztetek 10 darab éves és fél éves bérletet. Más egyébként alternatív lehetőségek is vannak kerékpározásra. Kölcsönkérítették a szomszéd Pistikének a kerékpárát, akinek úgyis eltört a lába, és úgyse használja a bicikliét. Javaslom, hogy
ha az ő kerékpárja megfelelő a számotokra, akkor tegyétek meg, próbáljátok ki a városi kerékpározást, nem ördögtől való dolog. Természetesen a nektek megfelelő kerékpár kiválasztása az fontos e tekintetben. És közben jött még igen? egy kérdés, hogy ha használt biciklit szeretnénk vásárolni, akkor mire figyeljünk ezzel kapcsolatban? Használt biciklinél pont az előbb említett problémák megléte, vagy nem megléte az, ami egy kardinális kérdés. Valószínűleg mindenképp kell költenünk egy használt kerékpárra. Nagyon sok olyannal találkozom, hogy leszervizelt kerékpárt árulnak, a hirdetésben legalább leszervizelt kerékpárnak tüntetik fel. Számoljunk avval, hogy 10-20 ezer forintot rá kell költenünk még a használt kerékpárra, és így számoljunk az árával. Én egyébként az itt látható áruházi kerékpárnál sokkal jobb szeretem a régebbi, akár 10-15 éves, de jó minőségű kerékpárok vételét. Egész egyszerűen az azon található alkatrészek sokkal tovább használhatóak, sokkal jobb minőségűek, mint ezeknek az áruházi kerékpároknak a felszereltsége. Ezeknek a élettartama sajnos elég rövid. Elég sokat találkozom a szervízbe avval, hogy egy pár éves kerékpáron gyakorlatilag sok alkatrészt kell kicserélni. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen bringának az ára az nagyon kedvező, mert 50-60 ezer forintért is meg tudunk egy új kerékpárt vásárolni. Hát erre én azt szoktam mondani, hogyha veszünk egy 50-60 ezer forint egy új kerékpárt, de arra 3 éven belül ráköltünk még 50-60 ezer forintot, az már elég költséges és bosszantó is. De ha megelégszünk egy használt kerékpárral, amit adott esetben 30-40 ezer forintért is megvehetünk, arra is rá fog kellene költenünk még azt a 20-30 ezer forintot akár, viszont egy hosszú távon jól használható kerékpárt kapunk, amivel bizony több problémánk nem lesz már. És még jött két kérdés, szerintem akkor ezekre még tudunk válaszolni. Az első kérdés az, hogy a külső gumival kapcsolatban, hogy probléma, hogyha az első és a hátsó keréken a külső eltérő típusú, illetve kopottságú, mert hogy a kérdezőnek a hátsó kerekkel kap gyakrabban defektet, és azért gondolkodik rajta, hogy először csak azt cserélné le, hogy ez egy jó ötlet. A válaszom hogy... egyértelmű lesz, nem okoz problémát. Ha a hátsó kerék gyakrabban kap defektet, akkor érdemes egy defektvédett külsőt választania, és első körben csak a hátsót kicserélnie. Sajnos egy defektvédett külső a 3-4 ezer forintos sima külsőkhöz képest jóval magasabb áron 6-8 adott esetben 10 ezer forintig is terjedhet. Ellenben, hogyha egy belső cserét mondjuk a 2000 forint körül számolunk, akkor bizony 3 defektnél már bőven megéri az árkülönbség. És az utolsó kérdés már akkor az, hogy eltölt hajtókar esetén mi a javaslat, új bringa vagy szervíz? Mindig szervíz. Nagyon kevés olyan kerékpár van, amit nem lehet megjavítani. Ha olyan szervízbe jártok, ahol azt mondják, hogy ez kuka, és vegyetek egy új kerékpárt, akkor ott vagy nem akarnak veletek foglalkozni, vagy a bringátokkal nem akarnak foglalkozni, de nagyon kevés olyan kerékpár találkozom, nem kevés kerékpár van a kezem alatt, ami nem építhető újra, nem éri meg foglalkozni vele, és egy hajtóművet akár fölrakni rá, egy új hajtóművet. Tehát a válaszom az, hogy hajtóműcsere, és onnantól kezdve tökéletesen működő kerékpárja lesz. Igen, és még érkezett egy utolsó bónuszkérdés, ami szerintem is fontos egyébként, hogy milyen méretű bringát vásároljunk magunknak. Nagyon jó, erre még nem tértünk ki. A kerékpár méretezése roppant fontos. Általában elmondható az, hogy ha áruházban vásárolunk kerékpárt, vagy nagy bringaboltban vásárolunk kerékpárt, akkor nem feltétlen fogunk jó méretű kerékpárt vásárolni magunknak. Hát először is tisztázunk valamit, el kell döntenünk, hogy hol fogjuk használni a kerékpárt.
milyen városrészben lakunk, mennyit fogunk túrázni vele, megyünk-e földutakra, mindenhol jól használható kerékpár nem létezik, ez csak a mesékben. Tehát válasszunk olyan kerékpárt, aminek a tudása a pénztárcánkhoz és az igényeinkhez megfelelő. Ezek az alap teleszkópok, amiket inkább csak rúgós villának hívnék, ezek tulajdonképpen semmire nem valók. Egy ilyen áruházi kerékpár arra jó, hogy elmondhassák, hogy ez egy mountain bike, egy hegyi kerékpár, holott ezt ők is gyakorlatilag csak nevében hívják hegyi kerékpárnak, mert a leírásban figyelmeztetnek rá, hogy ez komoly hegyi kerékpározásra nem alkalmas. Úgyhogy a méretezés az pedig nagyon egyszerű, hogyha kényelmesen tudunk ülni a kerékpáron, és a nyeregmagasság az úgy beállítható, hogy körülbelül a derekunkig érjen a kerékpár nyergének a magassága, és a nyereg és a kormánynak a távolsága az a mi kartávolságunknak, üléspozíciónknak megfelelő, akkor az a kerékpár méretezés az nekünk jó. Különböző képletek vannak erre, ki lehet számolni ezt tudományosan, hogy a 173 magasságomhoz és ez a karhosszomhoz milyen méretű kerékpár kell és milyen kormánybefogó. Sok esetben ezek a képletek csalnak, és szerintem túl tudományosak is. A lényeg az, hogy túl nagy kerékpárt ne válasszunk, az, mikor egész egyszerűen csak úgy érjük el a kormányt, hogy fekvő pozícióban vagyunk, és mi magunk is érezzük, hogy ez nem az igazi. Ilyen kerékpárt ne vásároljunk meg, ne vegyünk meg a barátunktól se, vagy a barátunknak a kerékpárját ne használjuk, kényelmetlenné válik számunkra a kerékpározás. A kerékpározásban az a jó, hogy ha van egy jó kerékpárunk, akkor mindig mosolyogni fogunk közben, mert élvezni fogjuk azt az időt, amíg közlekedünk. Valami kérdés esetleg még? Nincs semmi más? Hát akkor köszönjük szépen a figyelmeteket. Jövő héten 6-kor várunk titeket Buppával. Ő mesél nektek városi életről, a városi bringázásról, hogy közlekedjetek a városba, hogy lesz ez nektek biztonságos, és hogy élvezitek az életet kerékpáron. Köszönjük szépen, hogy figyeltetek ránk!